Sziasztok! Ez itt a The Walking Hun, és a mai videóban egy nagyon érdekes témát hoztam el újra nektek, mégpedig egy pár teória, hát nem is teória, hanem egy kis itt, hát elszaladt a elszaladta ló, úgymond a sorozattal, és újra újabb plegykák keringenek, ugye egy nagyon durva hír, mégpedig az, hogy Teril meg fog halni a sorozatban, mert így, meg úgy, meg vannak rá indokok, és erről fogok egy kicsit beszélni, hogy szerintem ez miért nem fog megtörténni, stb. stb. Úgyhogy a mai videóban erről lesz szó, de mielőtt elkezdenénk ezt a videót, el szeretném mondani, hogy van Instagram oldalunk, azt be tudjátok követni, illetve van Facebook oldalunk, azt is be tudjátok lájkolni, meg követni, van Discord szervelünk, ahol közvetlenebben tudtok velünk beszélgetni, illetve nem utol, első és nem utolsó sorban ugye lehet nekünk képeket küldeni, a link a leírásban található, úgyhogy oda tudtok nekünk képeket küldeni, amit bevágunk majd a hétfői videóba, minden hét elején, hétfőn, tehát láthatjátok úgymond a képeiteket a videóba, ez szerintem egy tök jó dolog, úgyhogy én nem is húzom szerintem tovább az időtöket, hanem akkor vágjunk is bele, és kezdjük el a videót. Ugye a 191. kötet úgy ér véget, ugye, hogy Rikket meglövik, ahogy mondtam ugye az előző videókban, a videóba, ugye Rikket meg fogják lőni, és minden van, ugye elkezdett itt izélni, hogy hú, de szar, de meg fog halni Rick, ez egy nagyon rossz dolog nyilván, mert hát hogyha a képregényben meghal, akkor lehet, hogy a sorozatnak is halott, vagy a filmeknek is halott, de a lényeg a lényeg, hogy a 191. kötetem is ugye csatlakozik a sorozathoz, ugye a suttogók után majd, ugye a való háborúnak hal lezárása után lesz ez. És ugye a lényeg a lényeg, és az a kérdés, hogy ezt a a sorozatban majd kikapja meg ugye, aki, aki ugye, a Rick helyett úgy mond. És ugye hát a fanok rögtön mondták, hogy Deril fogja, ugye, és Deril fog meghalni. Meg hát ugye gondoljunk csak bele abba, ugye, hogy most Deril megkapta ugye staféta botot, tehát ugye ő lett most a főnök, ugye a grip kilépése után, ugye ő lett úgymond a líder karakter, ő lett most a főszereplő, és ugye, hát, ugye a fanok tényleg rögtön mondták, hogy ő fog meghalni. És ha belegondolunk a 191. kötetbe, ugye, hát körülbelül az a 11. évad vége, vagy a 12. évad eleje, vagy a 12. évad fele évad zárója, vagyis fél évad zárója, tehát körülbelül ott, ugye, kb. ott lesz ez a halál, és kb. ott fogja érni, derült majd a halál, és kb. ott lesz ez a halál, ugye, 11. évad, vagy 12. évad között Na most. Amiért én azt gondolom, hogy nem úgy fogja végezni ugye Deril a sorozatban, mint hogy a Rick, a komik Rick, ugye a képregényes Rick, ugye az, az ugye, hogy nincs ugyanabban a pozícióban Deril. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy ugye Deril ugye, hát most ő lett a főszereplő, de nem az a vezető karakter, mint Rick. És általában a sorozat nem szokta azt megcsinálni, hogy mondjuk képregényben valaki meghal, de mondjuk a sorozatban jobban kedvelik őt a fanok, akkor megölik. Tehát nem, inkább kikerülik inkább ezeket, és inkább valami más, máshoz, máshoz nyúlnak talán, mondjuk más meg. Nem hiszem, hogy meg fog halni Deril, ugye ez a lényeg Illetve gondoljunk csak bele abba, hogy ugye hát a Deril az nem Alexandriának a vezetője. Ugye Alexandria vezetője, ha belegondolunk, ugye Gabriel atya, viszont Gabriel ugye azt is mondják, hogy akkor Gabriel fogja megkapni majd ezt a halált. Ugye főleg Mishorn ugye távozása után, ugye Gabriel lesz szerintem a főnök majd Alexandriában, szerintem ő fogja átvenni az a vezetést, és ezért gondolják, hogy majd a a való háborúba ugye Gabriel fog meghalni, mert nem gondolják, hanem ezt én gondolom így, bocsánat, tehát én úgy gondolom, hogy Gébriel meghalhat talán, ugye, emiatt ugye Alexandriának ő lesz majd a vezetője, és akkor ő fog meghalni, de nem Deri. Ugye plusz a Gabrielnek majd lesz egy kis konfliktus, hát a képregényben van egy kis konfliktusa ugye Bétával, ami azt jelenti, hogy lehet hogy a sorozatban is ezt ugyanúgy meg fogják csinálni, és akkor lehet akkor megölik őt, vagy nem tudom, tehát egy, lehet, hogy Béta fogja majd meghölni ugye a, a Gabriel-t, úgyhogy visszatérve a videónak a lényegére most, tehát nem hiszem, hogy Deri meg fog halni a sorozatban, tehát ez hülyeség, tehát szó szerint kijelentem most itt, hogy nem hiszem, nem fog meghalni Deril, tehát már máshoz fog el a nyúlni, nyilván más dolgokat fog elővenni, meg hát ugye alapból gondoljunk bele, hogy ugye most tévéfilmekkel fog Andrew Lincoln visszatérni. Ugye a Rick, a sorozatos Rick ugye nem olyan, mint a képregényes Rick, sok különbség van köztük, tehát azt is el tudom képzelni, hogy lehet a tévéfilmekben majd ő túl fogja élni, és nem fog meghalni, viszont a képregényben mondjuk jó, arra se sok látok, mert azért lehet, hogy ugyanúgy fogja végezni majd a filmekben, mint ugye a képregényben, így erről is volt már videó, hogyha se láttad, akkor azt is meg tudod majd nézni, ugye. De a lényeg a lényeg, hogy ugye a 192. kötet ugye június 15-én fog kijönni, tehát abban minden kiderül, szerintem az fog történni, hogy ott ugye meg fog halni Rick, ugye le is sokkolódnék, ha nem hal, meg, tehát ott Tuti meg fog sajnos halni, megünneplik Ricknek a létezését úgymond, és utána átadja a stafeit, ugye Kárnak, a fiának, mert ugye ő még mindig életben van a képregényben, és ő fogja tovább továbbvinni ezt az egészet, és őre fog fókuszálni a képregény, és ő lesz a főszereplője a képregénynek. Ezt tudom elképzelni, vagy szerintem így fog történni, viszont a sorozatban teljesen más lesz, és nem fog meghalni deri. Tehát szerintem Angela Keng, a showrunner teljesen más eszközökhöz fog nyúlni, szerintem és nem fogja megölni Daryl, tehát ez a videónak a lényege. hogy ezek a főbb karakterek, ugye például Carol ott van, ugye, ugye Negan, Judith, ugye Daryl, ugye szerintem nem, ők főbb karakterek most ugye 4 öt évig itt lesznek velünk, mondjuk az is kérdés, hogy meddig fog még menni a sorozat, hát még szerintem egy négy évig biztos, hogy menni fog, meg hát nem tudom, hogy négy évig, de szerintem nagyon sokáig menni fog, még azt is mondták valahogy hogy tíz éves projektnek nevezték, szerintem lehet, hogy tíz évig is menni fog, lehet még 2040-ben is menni fog, tehát nagyon sokáig terveznek ezzel a sorozattal, úgyhogy nem kell félni. Az a lényeg, hogy tényleg angelak nem hiszem, hogy abból, ahhoz fog nyúlni, hogy megöli Deril. Tehát ez nagyon hülyeség, és ezt el is vettem, ezt, ezt, az opciót. Hiába gondolják a nagyfonok, hogy ugye, hát majd ugye Rick helyett majd Deril fog meghalni. Nem, szerintem nem. Úgyhogy tényleg nem kell ezen izgulni, hogy most majd meg fog halni a Deril, meg hát a Deril is nagyon lesokkolódna szerintem. Tehát, hogyha mondjuk a színésznek, a Normal Ridusnak, ugye, megmondanák, hogy meg fogják halni a karakteredet, meg fog halni, tehát nagyon ő is lesokkolódna, nem számítana rá, meg hát alapból három éves szerződést írtotta, vele most alá, amit alá is írt, ami azt jelenti, hogy három évig még benne lesz a sorozatban, tehát nem ölik meg, hülyeség lenne, hogy tényleg mondom, még egyszer már százszor mondom, de nem ölik meg derült, hogy nem kell ezen izgulni. Úgyhogy az is egy nagyon érdekes dolog, most így, így elkapcsolódik a témától, hogy nem gondoltam volna azt se soha életemben, hogy lesznek Rick Grimes filmek, tehát ki fognak jönni Rickről filmek, ugye Rick Grimes filmek, ami ugye Rickről fog szólni, tehát ez is egy nagyon jó dolog, főleg három darab, úgyhogy ez is nagyon durva, arról is alig várom, hogy már legyenek hírek, legyenek, mikor fog kijönni az előzetes, mikor lesz ugye bejelentve, hogy hogy lesz, mi lesz benne, lenne, tényleg mindennél legyen az előzetes, tehát tényleg nagyon-nagyon várom, már félre is beszélek miatt, de nagyon-nagyon várom tényleg a, a híreket azzal a kapcsolatban, de visszatérve a videónak a mai lényegére, nem fog meghalni Deril. Úgyhogy igen, szerintem rövid részben nem most ezt a videót is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattatok. Írjátok meg a véleményeket kommentben, ti mit gondoltok erről, nektek mi a véleményetek erről, hogy terél meghalna a sorozatban, vagy szerintetek van erre esély, szerintem nem, ugye én kifejezetten utálnám, meg nem szeretném, de írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, úgyhogy én ezt a mai videót rövid részt zárnám. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, nagyon szép hetet nektek, sziasztok!